Egyre nagyobb szerepet vállalnak az egyházak az iskolák fenntartásában, működtetésében, emelte ki Balogh Zoltán a Baktalórendházi Református Találkozón. A miniszter szerint a jövő nemzedékét szolgálják az egyházak azzal a tudással, amelynek évszázados hagyományai vannak. Az a fontos ebben az ügyben, hogy ezt valóban akarja a közösség, és valóban akarják a szülők, tehát hogy ne valamilyen finanszírozási trükköt jelentsen az átadás átvétel, hanem a közösségnek a akaratát, és akkor egészen biztosan sikeres lesz. Én bízom benne, hogy az iskolák átadásában ez a szándék is ott van, és ez a közösséggel meg van vitatva, és az egyházak pedig képesek lesznek arra, hogy a sok évszázados oktatási hagyományaiknak megfelelve valóban a jövő nemzedéket szolgálják azzal a tudással, azzal az erkölcsi erő, ami az ő rendelkezésükre áll. A miniszter a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából arról is beszélt, az újonnan létrejött parlament munkája a kettős állampolgárságról szóló jogszabály megalkotásával kezdődött. Balogh Zoltán szerint ez egy történelmi igazságtétel, mivel azoknak, akik magyar földön születtek, meg kell kapniuk a magyar állampolgárságot.